Não foi que te malhou. Eu lá direto que cheiro. Não. Végre, jaj, ma nem azt mondtam, hogy péntek, szombat. Ma mosás nap van, meg főzés nap van, olyan jellegű főzés nap, hogy amit tegnap nem főztem meg, ma, azt ma meg fogom főzni. Közben meg már durós csuszát akartam főzni, megvettem hozzá mindent, és mint a tegnapi videóból is látszott, időközben zeneszerzési nappá avanzsát a tegnapi nap, ugye már azon kívül, hogy csináltam azt a 35 perces videót, és ilyenkor, mikor elkezdek egy zenét tálkolni, akkor úgy elmegy az idő, hogy már arra eszméltem fel tegnap este 8 körül, hogy már nagyon éhes vagyok. Tegnapi maradékot ettem meg, ugye, ami itt maradt ebédről, de az már kevés volt. Ez itt van. Na, jó. Nem főztem meg, ettem hideget. Jó, mondom, a hideget is ki kell enni a hűtőbe. De ma már nincs mese, meg kell főzni, mert hideg kaján nem lehet élni. Közben meg azon filózok, hogy nem a legjobb ötlet telepakolni a fagyót ennyire, mert nagyon jegesedik. És ha jegesedik, akkor le kell néha ereszteni, de ha meg leeresztem, akkor meg kimegy a hús. Tehát kiolvad a hús. És akkor kiolvad húst, hogyha egy napon belül nem, aznap nem használom fel, akkor kuka. Vagy lehozom a klotyon. Múltkor jártam úgy, hogy nem tudtam már hova rakni a húst. Kicsit elméreteztem magam. És hát itt a Halloween sütő, használom én. Csak néha ezt használom, néha azt használom. És ilyenkor, amikor ilyet csinálok, akkor felnyitjuk a villanytűzhelyt és elővesszük a bokkot. Ez a leges, legnagyobb mikroerény volt a legelső mikrónk. Akkora nagy volt, hogy 30 centinél nagyobb ez a cucc. Ez az üvegtál, ami volt hozzá. Ez a másik mikróból is megtartottam ezt a forgótányért, ami ilyen. Össze lehet hasonlítani. El lehet képzelni, az első mikrónk mekkora volt. Na most már csak ilyenünk van. De ez jó, mert egyébként jó lefedni vele edényeket ezt. Na. Úgyhogy főzzük meg ezt a túrós csúszát. Bazd meg. Kurva anyádat. Kinyílik a fejem. Na. Látszik, hogy most keltem fel. Dűtök, borítok, bazd, mint a részek. Nem tudom, annyira szeretnék már egy éjszakát végig aludni, nem tudom, mi kéne hozzá. Ne egyek 6 után, és akkor nem kell a WC-re szaladgálni éjszaka, de hát akkor meg éhes vagyok. Ha nem eszek még lefekvés előtt, kurva éhes vagyok. Szalonna. Szilveszter szalonna. De jó az a kés, hogy megvettem. Áldom magamat, értem el. Rám fért már egy kunyha kés. Na, egy olyan kunyha kés, ami vág is. Sőt, még késélezőt is vettem múltkor. Mondom, egy életem, egy halálom. Olyat veszek, amiért lehet kapni, nem tudom, mutattam? Már nem mutattam. Egy ilyen fűrészes kést is vettem, ez mondom, kaján jó. Meg ezt a nagy bicskát vettem.
És ez azért elég éles megy. Érkésélezőt vettem végül, és másmilyen nem volt, de ennek azért nagyon kényelmes, ilyen, nem tudom milyen, ilyen bársonyos a nyelemek. Biztos mutattam már, mert minden videóban el szoktam dicsekedni ilyen dolgokkal, hogy na, most éppen ezt meg ezt veszem. Szóval éhen maradtam, de attól függetlenül most nagyon éhes vagyok, hogy felkeltem. Itt nincs mese, főzök. Aztán jön a mosásnap. Mostanában rászoktam arra, hogy a szennyes nem a szennyes tartóba gyűjtöm, hanem egyből gavarom bele a mosógépbe. Tehát nem? Mit tököljek vele? Na. Szalonna aprítás. Na, azért mondom. Azt tudós csúsza legalább hamar megvan. Csak a szalonnát kell megpirítani. Tűzhelyet bekapcsolja. Ja, írtátok sokan, hogy ne fogjam vissza magam, ha ilyen 35 perces videókat akarok csinálni. Nyugodtan, mert úgyis megnézitek. Csak ezzel az a gondom, inkább én próbálom ilyen 15 perc köré, vagy maximum 20 percre sűríteni. Mert ugye a rendelési idő miatt. És ebben mi volt? És nem akarnám igazából, hogy fél napig renderelje a gép, meg ugye hát akkor lassú a feldolgozás, és feltöltés az egy dolog, mert azt kibírom várni, tehát feltöltéssel nem szenved a gép. De míg a YouTube feldolgozza, halljátok, minél hosszabb egy videó, annál többet tököl vele. És ha már én Full HD-ba forgatok, akkor én nem szeretem a videót addig kiengedni nyilvánosba, amíg meg nem jelenik mellett a kis HD-ikon. És ha már megjelent a HD-ikon, akkor engedem ki élesbe. És van olyan, amikor feltöltöm este 8 órakor, azt éjfélkor jelenik meg ott, hogy HD. Sokan úgyis mobileszközön nézitek meg. Nem a látvány a lényeg, de higgyétek el nekem, hogy telefonon is látszik a különbség, mikor 480-ról átvált a lejátszó HD-ra. Mert látszik. Akkor is, ha maga a kijelző nem tudja lekezelni mind az összes képpontot, akkor is látszik. Nálam legalábbis látszik ezen a telefonon. Bele akartok kukkantani a lábosba, hát mivel sok nézni való nincsen rajta, csak a szalonna kockák. Ezek itt meg fognak nekem izzadni, addig teszek egy kis vizet oda főni. Azt írja valamelyik gyerek, hogy ne főzzél mikróba, mert káros. Megkérdeztem tőle, hogy ezt honnan lehet tudni. Nem válaszolt. Szeretek visszakérdezni egyébként, mikor ilyen baromságokat állít valaki. Úgy általában meg szoktam kérdezni, hogy ezt honnan lehet tudni. Hát, mert írták a neten, ki írta? Hát, tudnod kell info, meg a hogy hívják? Kiskegyed. Aha. Akkor az egész biztosan úgy van. Az egy autentikus állítás. Most gondoljátok, hogy be fogom kapcsolni a villanytűz helyet, hogy két adag tésztát kifőzzek.
200 g tésztát. Azért van a mikró, beteszed a majdnem meleg vizet, ezzel felhevíted. Érted? Megvan a hevítés. Fogod a fodros nagy kockát, míg a szalonna pirógat, addig a tésztát azt ki lehet. Mindig kiszoktam mérni, mert most már úgy vagyok vele, hogy 20 dekánál többet nem főzök meg. 200 g-nál. Ez legyen már a zéro, hanem most legyél zéro. Össze-vissza írkálni. Ja, igen, mert a... megfőzöm én mindent, ami itt van. Nem sok ez már úgyse. Egy kézzel ezt is nehéz, jó? Ez annyi, amennyi. Nem sok ez. Szóval, mikor a víz felmelegedett, felforrósodott a mikróba, akkor szépen fogom bele egy kanál só, és bele a tésztát 10 percre. És 10 perc alatt gyönyörűen megfő a tészta. Le kell szűrni, és kész. Rizsről ugyanígy vagyok, mikróba főzöm a rizst, mert én nem nagyon szoktam megpiríteni. Akkor szoktam megpiríteni a rizst, hogyha köretnek eszem. De akkor inkább azt meg lehet csinálni, hogy fogod egyszerre, és akkor egy kiló rizst megpirítasz. Tehát, hogy nem mindig pocsékold már az energiát, hanem egyszerre bele a wokba, mit tudom én, egy kiló rizst, és akkor azt megpirítod, és akkor ezt el lehet tenni. Érted, ugye szárazon pirított rizst, azt el lehet tenni egy edénybe, egy zárható fedelő edénybe, és kész. És akkor amikor csak kell, akkor már csak meg kell főzni, mert előre meg van pirítva. De amikor kínai kaját főzök, ott pont az a lényeg, hogy tapadjon össze a rizs. Tehát ott nem jó a pirított rizs. És olyankor szintén azt szoktam csinálni, hogy fogom be az edény, forró víz, 10 perc, utána be a rizs, 10 perc, 12, és már kész is. És mindig úgy főzöm, hogy csészével mérem ki, és kétszeres mennyiségű vízbe főzöm. Tehát, ha két csészerést főzök ki, ahhoz 4 csészevíz, ha 3 csészerést főzök ki, akkor 6 csészevíz. És mikor teljesen felszívta a vizet, akkor jó a rizs. Na, sülsz te? Hát ez igazából ez hamar megvan. Itt a tészta az, ami tovább fog sülni. Én ennek a zsírnak az egyik részét én le fogom önteni, vagy felfogom valami pohárkába. Mert ha én ezt mindent megeszem, akkor én beteg leszek. Kéne valami pohárka, ami nem gyakran használt. Ebben édesítő van, vagy mi? Citrompótló. Ebben mi a semmi se üres, de... Jaj, vannak itt ilyen használaton kívüli kávésporok, a kupakok. Minek az a kupak? Ki gyűjt itt a kupakot? Ez komoly. Ha. Ez dzsúvás. Van itt, ami nem dzsúvás. Van ez, el van mosva száraz. Hehe. Jó kis füstölyök színű pohár. Gyertya volt benne, gyertya mécses. Ültök ide-vissza.
Nem tudok egyszerre zsonglőrködni meg. És a forró zsírt, ha magamra öntöm, az kellemetlen lesz. Forgatható mikrofonállvány. Na, ez lesz a mai nap. Holnap pedig, mivel vasárnap, megyek a strandra, imivel végre találkozunk idén is. Tavaly óta mi nem találkoztunk, mióta hazajöttem Hollandiából. Úgyhogy csinálja a saját dolgait, én a saját dolgaimat. És viszonylag ritkán kerül arra sor, hogy mi tudjunk beszélgetni. De most tartunk egy ilyen strandnapot, és akkor megint az lesz, mint a múltkor, hogy beütünk nyakig a langyos vízbe, és brainstorming voltunk. De a strandra nem viszem a GoPro-t, a múltkor sem vittem a GoPro-t, most már az az első, hogy beszélgessünk. Meg kikapcsolódjunk. Mert utána jön a hétfő. És munka. Hétfőn izéhez kell mennie. Szakrendelésre, a gasztróra kérni egy laborbeutaló papírt, mert jövő héten menni kell kontrollra. Jaj, megint háromszor megyek a orvoshoz. Imádom ezt a izét egyébként, ezt a rendszert, hogy héten egyszer van szakrendelés, 8-tól 10-ig, hétfőn, és akkor először el kell menjek egy hétfőn, 10 óráig, hogy kérjek egy laborbeutaló péntekre. Pénteken el kell menjek a laborba maximum 10 óráig, hogy levehessék a vért, és azt ők utána küldik tovább a szakrendelésre. És következő hét hétfőn, ugye amikor már ott van a laboreredmény, akkor szintén 10-ig el kell menni kontrollvizsgálatra. Most hál' Istennek semmi bajom nincsen, nincsen panaszom, nem vagyok beteg, de akkor is el kell menni fél évente egyszer kontrollra. És akkor ez az három orvosi látogatást jelent bizony. Ja. Kuka, hús meg ki kell enni a fagyogon, mert azt utána meg le kell ereszteni. Nem tudom, hova tenném addig a ízét, kaját. Majd megkérem a barátomat, hogy nem vihetném át nekik a fagyoljukba, amíg az enyém olvad. Ezt a barátomat, akitől a befőttes üveget is kaptam ajándékba. Igen, azt nem mondtam el, a uborka készítős videóban pedig háromszor álltam neki, úgyhogy nem kaptam üveget, de összefutottam egy barátommal, aki adott nekem üveget. Meg fel is ajánlotta, bármi kell, konyha kerből, kapor, vagy tök, vagy valami, akkor szóljak neki bátran, mert van sok. Hát ő lakik a legközelebb, szerintem meg fogom keresni, minden nap találkozok itt vele, hogy hadd rakjam már át a cuccokat az ő fagyaujába, mert ha kiolvad, akkor ha meg nem olvasztom le a hűtőt, akkor meg ledobja a láncot. Ja. Na, ennyi elég már nektek, aztán hosszátok be.